először is gratulálok az ellenfélnek, ez egy nagyon jó mérkőzés volt a számunkra, lehet ilyet mondani, egy tökéletes szerda esti találkozó. A hazai csapat megnehezítette a dolgunkat, keményen védekeztek, de úgy gondolom, hogy sikerült megoldást találnunk arra, hogy hogy tudjuk őket már az első fél időben olyan arányra vezetni, hogy ez megfeleljen a számunkra. Úgy is mondhatnám, hogy az első fél időben gyakorlatilag eldöntöttük a találkozót, és ebből már a második fél időben szabadabban tudtunk kézilabdázni, úgyhogy az EHF kupa előtt ez egy nagyszerű találkozó volt a számunkra. Igen, nagyon keményen készültünk erre a találkozóra, mert a Budaörs egy olyan csapat, ami a hazai pályán nagyon jó teljesítményre képes, és tudom, hogy a Siófok is az elmúlt években bizony voltak problémák ilyen téren, úgyhogy nagyon keményen készültünk, és ennek megfelelően álltunk a meccshez. Jól kezdtünk, ez fontos volt, és ez egy jó nap volt a számunkra. Gratulálok az ellenfélnek. Én azt gondolom, hogy megvalósították, amit szerettek volna. Külön örülök, hogyha egy jó felkészülést tudtunk nekik biztosítani az Európai Kupa mérkőzésre. Saját csapatomat tekintve mélységesen csalódott vagyunk, mert az első fél időben minden olyat elkövettünk, amit megbeszéltük, hogy tilos. Sajnos úgy érzem, hogy bátortalan, gyáván játszottunk, illetve támadásban nagyon távol álltunk azoktól a dolgoktól, amiket megbeszéltünk. A sorozatban az olyan meccseket vívjuk, amikor az első fél időben bátortalan, illetve sok hibával tarkított játékunknak az az eredmény, hogy nagy gólkülönbségre tesz szert az ellenfél, és gyakorlatilag a mérkőzés végéig azt a különbséget cipeljük. Amikor esetleg közel tudtunk volna menni az ellenfélhez, újra és újra elkövettük azokat a gyermekek hibákat. Gratulálok az ellenfélnek még egyszer, az újdonsült játékosunknak pedig szintén gratulálok, mert kiválóan teljesített. Sajnos az első fél időben nem igazán sikerült megvalósítanunk azt, amit megbeszéltünk. Nagyon sok zicsert hagytunk ki, és kidolgozatlan helyzeteket vállaltunk el. Védekezésben se voltunk ott igazán fejbe, és nagyon hamar nagy lett a különbség. Talán nem is igazán hittük agyba, hogy első valunk, hanem ez a második fél időre kicsit feljavult. Hajtunk tovább, küzdünk, ilyen a következő mérkőzés. Köszönjük.